Sportágának ügyvezető igazgatója. Becski András úr, a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, és Makrai Balázs, aki szervezőbizottság és a Debreceni helyszín igazgatója. Mindig barátként fogadnak el minket, hogy tartjuk meg szerintem ezt a vonalat. Nagy szeretettel jöttünk ide, és köszönjük a felkérést, illetve a lehetőséget, hogy megosztatjuk a szervezőbizottságunknak egy-két információját veletek. Ez a négy ügy legyen, amit mindenképpen kell, és úgy gondoljuk, hogy ha ez megtörténik, akkor két hónap elegendő idő lesz arra, hogy itt a helyi szervezőbizottság ezeket a feladatokat elvégezze. Remélem, hogy átállás volt itt a szervezőbizottság tekintetében, soha nem szóval információ hiányba szenvednénk, hogy esetleg a szervező munka akadozik. Visszatérve egy kicsit a sarokpontokra, szeretném kiemelni azt, hogy az EHF elég feszes tempót diktál nekünk, így gyakorlatilag a DB szervezőbizottság is az EHF által meghatározott órarendet vagy napi rendet követi. Gyakorlatilag innét vette kezdetét az a promóciós kampányunk, aminek az egyik párhuzamosan elkészült az EB-dal. Amit örömmel jelentek be nektek, hogy holnap egy klubkoncert keretében fogjuk majd bemutatni. A terekkel történt körülszervezésben a delegációval egyetlen konferenciát átadunk a helyi szervezésben és az Európai Kérdés Szövetségben a delegációval is. Magas szintűnek így érdett meg a rendezvényt. Ennek keretében ugye egy Debreceni bejárásra is sor került. Itt azért már bejáratott útvonalakon tudtak közlekedni, hiszen a 10 évvel ezelőtt Európa-bajnokság során egyrészt az Európai Kérdés Szövetség is tapasztalatot szerzett, másrészt pedig szervezőt lehet rámutatni, mert hogy gyakorlatilag csak le kell fogalmazni a 10 évvel ezelőtt Izlanda mérkőzési látogatását, akkor, amikor még esetleg a csoport mérkőzések folyamán ez lekerült ezekben a napokban. Örömmel jelentem be nektek, hogy gyakorlatilag a fő szponzoraink, fő támogatóink, Magyar Kérdés Szövetség fő támogatói érdeklődést mutatnak a EB irányában, és egyrészt a általuk kötődő szerződés, másrészt meg a szerződés kiegészítési szempontjából azok a partnerek, akik egyébként is a Magyar Kérdés Szövetség partnerei jelen lesznek az Európában. Az elemek dominálnak, ami elsősorban a megjelent backdropon is látható, tehát a horvát-magyar közös rendezésből adódóan a színek. Itt azért elsősorban a zöld, a domináns, ennek örülünk, a piros-kék az a két országnak természetesen a közös színeit próbálja kihangsúlyozni. Láthatjátok az EB emblémát, ami megjelenik gyakorlatilag mindenhol, mint arctart jelen. Fényes bronzérem csillogot talán nyugtak állna az Európa-bajnokság végén, úgyhogy bár nem azért kezdtem kimondani, de hajból értettem, hogy az igazgató úr gondolatait, akkor egy hasonló eredménnyel már elégedettek lennénk. Tehát én azt kívánom nyilván, hogy érjük el a lányok, illetve a szakmastában a céljai elképzelését ezzel a rendezvényen kapcsolatosan a megyén kézilabda szövetségi munkatársaival. Szeptember elején volt a követően bekapcsolódott a szervezésbe, és mint operatív igazgató ő fog egyébként ezt a rendezvényt koordinálni. Mennyire nézve egy ilyen esemény. Két év alatt közel 200 önkéntes jelentkezett hozzánk, hogy